A SIM óvodában kertészkednek, tollasoznak, bicikliznek, konyhakertet gondoznak és sokat kézműveskednek az óvodai ügyeletet igénybe vevő gyermekek is és a Dajka nénikkel, az óvodapedagógusokkal együtt. Tudtuk meg Szabóné Szentesi Mária vezetőtől. Egyre több gyermek járt már az ügyeleti rendszerben is az óvodába, akikkel 5 fős csoportokban foglalkoznak. Így nem csak a gyermekek egyéni fejlesztését tudták megoldani, hanem a fiatal, ötletgazdag óvónők a kreativitásukat is megmutathatták. Ügyeleti rendszerben működünk most a veszélyhelyzet miatt, de nagyon sok gyerekünk van, egyre többen érdeklődnek és a szülők, hogy jöhetnek. Kihasználtuk azt, hogy egyenlőre a szabályozás szerint 5 gyermek per csoport, foglalkozhatunk, így nem csak a gyerekek egyéni fejlesztését tudtuk komolyabbra venni és kihasználni, hanem így a kolléganőim kreativitását is ki tudtam használni, hiszen nagyon kreatív, ötletgazdag, fiatal nevelőközösségem van, és így látható a hátam mögött az a virágfuttató kapu, aminek majd olyan szerepet szánunk, hogy esetleg az ovi búcsún azon mennek majd át jelképesen, mintha az iskolába mennének a gyerekek. Egy autós pálya készült a fiúknak, hiszen az elmúlt években a fiúk aránya kicsit magasabb volt, mint a lányoké, így a nagyon kreatív kolléganőm, illetve a férje is, mert a férjek nélkül ez nem igen valósulhatott volna meg, elkészült egy autópálya, amit most festünk jelenleg. De nem teljesen meglepetés a gyerekeknek, hiszen egy nagyon jó zárt Facebook csoportunk működik, és ezekről a folyamatokról, a változásokról mindig tájékoztatjuk az otthon lévő gyerekeket és szüleiket. Gyönyörű udvarunk van, azért mindig találunk rajta, amit szépíteni, meg mindig tudunk a kertbe is újdonságot tenni, hiszen az idén vetettünk már most rukolát, azzal próbálkozunk, vagy a virágos kertünkbe a májvát, amit majd jövő húsvétkor a festéshez használhatunk, a tojásfestéshez, vagy dísztököket, aminek remélem ősszel gyönyörű termései lesznek, és most a védekezésben is újdonságként rézvirágot, sarkantyút, bársonyvirágot és fokhagymát vetettünk be. A tarka-barka percekben is részt vesznek. Maszkot is vartak, és pályázatokat is írtak a szímes óvónők az ügyeleti ellátás alatt. Egy kolléganőm a kezdetettől kezdve bekapcsolódott a tarka-barkába is. Kovácsné Fodor Mónika kolléganőm, ő a környezeti témakörben nagyon sok ötletet, játékos kísérletet mutatott be a szülőknek, amit otthon a gyerekekkel együtt el tudtak végezni. Kezdetektől fogva bekapcsolódott a maszkok varrásába Tótné Török Judit kolléganőm, aki olyan precízen és jó kivitellel tudta ezeket megvarni, hogy intézményvezető asszonyunk is külön megdicsérte. A többiekkel pedig itt az ügyeletben látjuk el a gyerekeket, de ahogy mondtam, a Szimovodának is van egy saját Facebook közösségi csoportja, és minden héten jelentkezünk ötletekkel, jó tanácsokkal, egy-egy mesével, verssel, furulya szóval, vagy a kertünkben történő változásokról is tájékoztatjuk az otthon lévőket. Zárt közösségi csoportjukban az otthon lévő ovisokat is tájékoztatják az udvar szépítéséről. Például a konyhakertben kelő növényekről, a sziklakertbe ültetett virágokról, az újonnan kialakított autópályáról, de készítettek nekik videót és kapnak feladatokat is, amit aztán annak megvalósítása után a szüleik lefotózva visszaküldhetnek az óvónőknek. Nagyon sokan lájkolják, hozzá is szólnak, hogy tetszik. Egy-egy jól sikerült munkát, azt pedig valóban lefotóznak és visszaküldik számunkra, ami nekünk egy nagyon nagy öröm, így igazolva látjuk, hogy érdemes ezzel is foglalkozni. Hiszen ez az új helyzet egy kicsit abban segítette a kolléganőimet, hogy az infokommunikációs rendszert is jobban megtanultuk, tudunk már videót vágni, zenét vágni, tehát van ennek egy kis haszna is.